Köszöntöm a nézőket, Önök közéleti magazinunkat, a Központot látják. Tartsanak velünk! Csak Pécsen végeznek ilyen koponya műtétet hazánkban. Különleges eljárás az egyetemi klinikán. FIVOS Business Summit, baranyai fiatal vállalkozó konferenciája Pécsen. Döntött a pécsi ítélőtábla, nem vonul börtönbe a csecsemőjét kirakó nő. Földnapja a Tettyén, a Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság rendezvénye. Motoros gurulás és családi nap Pécsen. Több mint 1000 motoros regisztrált a szezonnyitó gurulásra. Jelenleg csak a pécsi klinikán végzik azt a speciális koponya műtétet, ami az oldalsó koponya alapot érinti. Ennek a beavatkozásnak a bonyolult összetett kivitelezése komoly szakmai felkészültséget igényel az orvosoktól. Pécsen tavaly óta állt össze egy olyan munkacsoport, amely képes a feladat biztonságos és hatásos ellátására. Összetett, speciális műtéteket végeznek a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Fülorgégészeti és Fejnyaksebészeti Klinika, valamint az Idegsebészeti Klinika szakemberei az oldalsó koponya alapi elváltozások kezelésében. A területen végzett műtétek hatalmas kihívás elé állítják az orvosokat, hiszen a beavatkozáshoz komoly szakmai tapasztalatra és felkészültségre van szükség, mondja dr. Szanyi István klinikai igazgató. Ez rendkívül bonyolult terület, rendkívül bonyolult anatómiája van az oldalsó koponya alapnak. Ugye átmenet gyakorlatilag az agy, a központi idegrendszer és a nyak között, tehát a koponya, az oldalsó koponya alap a rengeteg ideg érképlettel, bonyolult anatómiai képletekkel, amelynek az ismerete elengedhetetlen, a pontos ismerete, hogy itt valaki biztonsággal tudjon dolgozni, operálni. És nem csak az operációhoz, már a diagnosztikához is nagyon nagyfokú ismeretek szükségesek. Többféle betegségre adhatnak megoldást ezek a műtétek. Ezen a területen elhelyezkedő jóindulatú daganatokról van szó elsősorban, de vannak kiterjedt gyulladásos folyamatok, amik a koponyalapot érintik, ezen az oldalsó koponyalapot érintik, ezeknek a műtéti megoldási elsősorban. És természetesen meg kell említsük, szerencsére ritkábban, de rosszindulatú daganatok megoldására is az alkalmas. Különböző behatolások vannak, nagyon bonyolult behatolások, sokból lehet elérni ezeket a területeket. Nagyon fontos ér- és idegképletek, az agyburok és az agytörzs ezen a területen helyezkedik el. A speciális eljárás Magyarországon jelenleg csak a Pécsi Klinikai Központban érhető el rendszeresen az érintett páciensek számára. Ehhez a legfontosabb az volt, hogy megtalálják és ide csábítsák a megfelelő szakembereket, mondja a klinikai igazgató. Pécs most ez összeállt. 2023 éveleje óta rendszeres, rendezett és előre meghatározott körülmények között két hetente végzünk ilyen műtéteket, oldalsó koponyalapi műtéteket, az idegsebészeti szakma és a fülorgégészeti szakma együttműködésé által. Nagyon fontos nyilván a radiológia, mint képalkotó intézet, ahol akiknek a munkája szintén ehhez hozzájárul. Két heti gyakorisággal végzünk műtéteket, két hetete, három napon is történnek ilyen műtétek. Eddig 37 sikeres beavatkozást végzett el a munkacsoport. A PTE klinikai központ és a munkacsoport a jövőben országos, majd európai, regionális ellátócentrumként kívánja elvégezni a műtéteket, valamint egy oldalsó koponya alapsebészeti magyar és nemzetközi oktatói központ létrehozását is tervezik. A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége Baranya Business Summit címmel konferenciát rendezett Pécsen a Vármegyei Önkormányzat dísztermében. Egy éve indult a FIVOS Baranyában, és Csizmadia Péter fideszes polgármester jelölt mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse, támogassa a fiatal vállalkozásokat. Baranyában van összefogás a fiatal vállalkozók és a térségi szereplők között. Ezzel a gondolattal nyitotta meg Őri László Baranya vármegye elnöke, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége Baranya Business Summit fővédnöke a konferenciát. Szükség is van Baranyában, hiszen Baranya az ország egyik olyan térsége, amely bizony sajnos a rendszerváltás vesztesei közé tartozik, igen sokan vándoroltak el ebből a térségből, különösen a fiatalok. Éppen ezért a következő időszakban, a következő évtizedben az a célunk, hogy ezt a trendet, azt a trendet, amelyet az elmúlt 30 évet ez a térség elveszítette, ezt megfordítsuk.
Két fővonala volt a Baranya Business Summit rendezvénynek. Az egyik a Baranya vármegye és a környező régió gazdasági kilátásai, és egy női kerekasztal beszélgetést terveztek még a konferenciára. Rázik Csaba, a FIVOSZ baranyai elnöke a vállalkozók összefogásában hisz. A legfontosabb az, hogy meglegyenek azok az üzleti kapcsolódások, amivel tudunk segíteni egymásnak, akár tanácsadással, akár közvetlenül üzletelni egymással, és ezt próbáljuk minél szorosabbra fogni, úgymond, hogy adjunk teret az ismerkedésnek, a networkingnek, illetve hogy megismerkedjenek egymással a baranyai vállalkozók. Csizmadia Péter, a polgári oldal polgármester jelöltje elmondta, egy éve határozták el, hogy felélesztik a Fiatal Vállalkozók Szövetségét Baranya vármegyében. A fideszes polgármester jelölt ezt örömmel vállalta, hiszen ha segíteni kell, akkor ő azt mindig szívesen teszi. Bármilyen módon segíteni tudok a pécsi vállalkozóknak, baranyai vállalkozóknak, főleg a fiataloknak, akkor nagyon szívesen veszek ebben részt, rám ebben mindig számíthatnak. Azóta olyan körülbelül negyed évente tartunk egy rendezvényt, ahol igyekszünk megvilágítani a helyi vállalkozók lehetőségeit, kitörési pontjait, illetve összehozni azokat a fiatalokat, vagy talán kevésbé fiatalokat, akik kapcsolatot tudnak létesíteni egymással, és akár egymásra támaszkodva is előrébb tudnak lépni, ezzel is segítve, hogy építhessék a vállalkozásaikat, fejlődhessenek, végső soron minél több munkahelyet teremtsenek, illetve önmaguk is sikeressé váljanak. Ezek a programok nagyon népszerűek voltak. Különböző tematikával indultak, és azokat a vállalkozókat hívták meg, akik múltjuk és az érdemeik alapján nagy tapasztalatra tettek szert. Tudtak újat, hasznosat mondani a fiataloknak, tette hozzá Csizmadia Péter, pécs fideszes polgármester jelöltje. Fontos lenne pedig, hogy minél többen válasszák ezt a pályát, hogy önerőből felépítsenek fel valamit a saját maguk és a családjuk boldogulása érdekében, hiszen kell az utánpótlás, látszik, hogy kezd kiöregedni egy vállalkozói garnitúra, az ő helyüket át kell, hogy vegyék a fiatalok, lépjenek be ők a piacra, legyenek ők az új foglalkoztatók, és legyenek ők azok a foglalkoztatók, akik az utánok jövő generációnak is munkát tudnak adni. Ez Baranya és Pécs érdeke. A jobboldali polgármester jelölt ebben a munkában segíti a fiatal vállalkozókat, és bízik az eredményben is. Másodfokon folytatódott annak a nőnek az ügye, aki buszmegállóban hagyta csecsemőjét még 2021. októberében. A vádlott tettét az ügyészség szerint súlyosabban kell megítélni, ami a büntetésére is hatással van. A védelem ezt tagadta, végül a pécsi ítélőtábla döntött a büntetésről. Rendőrségi fotók arról a fonyódi buszmegállóról, ahol újszülöttjét hagyta egy nő még 2021. októberében. A csecsemőt felöltöztetve, plétbe csavarva hagyta a helyszínen, akit egy kutyasétáltató pár talált meg. Ezért túlélte az esetet. Az ügyben kedden tartották a másodfokú tárgyalást a pécsi ítélőtáblán. Az ügyészség ragaszkodott az eset korábbi megítéléséhez. Továbbra is az az álláspontja az ügyészségnek, hogy a vádlott magatartása az egy minősített emberölés büntette kísérletének a megállapítására alkalmas. Ezért az ügyészség az első fokon kiszabott felfüggesztett börtönbüntetésnél súlyosabb ítéletet javasolt. A védelem szerint nem volt ölési szándék a nő tette mögött. Balatonkeresztúron történt ez az esemény, a szülés maga. Ugye a szülés az a WC-ben beleesett a gyermek. Ha ölési magatartás van, ott hagyja. Ez az első eset. Utána megmosdatta, kivette, megmosdatta, ellátta megfelelően. A köldögzsinór is rendben volt. Tehát innétől megint nincs ölési szándék. Aztán elvitte több kilométeren keresztül olyan területen, ahol nádassal szegélyezett, bárhol el lehetett volna hagyni. De ezt nem tette meg a nő, így az ölési szándék a védelem szerint nem valós. Így az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte az ügyvéd. A másodfokú ítélet végül helyben hagyta az első fokon született döntést. Az ítélőtábla indoklása szerint helyesen döntöttek korábban. Nem volt ölési szándéka a nőnek, igaz, veszélyeztette a csecsemőt, de nem akarta megölni. A vádlott személyében felismerhető társadalomra veszélyességgel
illetve a cselekménynek a tárgy és súlyával arányban álló büntetés szabott ki. Ezért egyetértettünk mind a szabadságvesztés büntetés mértékével, mind pedig annak a próbaidőre történő felfüggesztésével. Az ügy előzménye, hogy az ügyészség emberülés büntetének kísérlete miatt emelt vádat. Első fokon a kaposvári törvényszék a vádlott bűnösségét kiskorú veszélyeztetésének büntettében állapította meg, és őt egy év szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását három évi próbaidőre felfüggesztette. A másodfokon eljárt pécsi ítélőtábla a törvényszék ítéletét megalapozottnak találta, és azt helyben hagyta. Az ítélet jogerős. A Föld napjára emlékeztek 20. éve a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság szervezésében. A szabadtéri rendezvény környezetünk természeti értékeire, azok megóvására kívánta felhívni a figyelmet. A látogatókat több szervezet képviselői várták hangulatos és interaktív programokkal Pécsen a Tettyén. Több mint két évtizede a Föld napjához, április 22-éhez közeledő hétvégén rendezi meg a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság hagyományos családi rendezvényét, mely a természet értékeit igyekszik előtérbe helyezni. Egy rajzpályázatot is hirdettek az általános iskolásoknak, melynek kis alkotói a Jurisics utcai általános iskolából is megjelentek az egésznapos eseményen. Kócsagot rajzoltam, meg ilyen fákat, meg virágokat is. Duna Nemzeti Rajzpályázatra jöttünk. Ezek a lányok igazán szeretik a madarakat, rajzaikon egyre több szárnyas jelenik meg. Én egy fecskét rajzoltam, ami ül egy fán, és sok ágakat rajzoltam rá, meg leveleket. Fákat szeretek még rajzolni nagyon. Meg szoktam embereket is rajzolni sűrűn. Meg a barátaimat is. Mi idén veszünk először részt ezen a rendezvényen, és az Ilike néni, az elsőseink osztályfőnöke invitált minket ide egy rajzpályázat kapcsán, és hát nagy örömmel jöttünk, és látjuk, hogy mennyire szerteágazó ez az egész. Most már a lányoknak van pecsételőfüzete, úgyhogy egy pár feladatot meg is oldottak, és hát körbenézünk. Itt a Balaton felvidékről is érkeztek, és hát meg sok-sok más természetvédelmet szerető emberrel is találkoztunk, úgyhogy körbenézünk és feladatozunk. Ezt a különleges járművet közel 10 éve építették a Pécsi Tudományegyetem műszaki és informatikai karán szakok közti összefogás eredményeként. A jármű tömege 45 kg és 2000 kilométert tettek meg vele 1 liter benzinnek megfelelő energiával. Most bemutatták működését az érdeklődőknek. Ez egy olyan jármű, amivel különböző versenyeken vettünk részt, és olyan versenyeken, amiknek az a célja, hogy minél kisebb energiamennyiséggel, minél nagyobb távolságot tegyünk meg. Ennek érdekében pedig számos olyan fejlesztést kellett tennünk, ami már messzi van egy hétköznapi járműtől. Ugye ennek a mondhatni autónak olyan tulajdonságai vannak, mint hogy hidrogén hajtja, mint hogy hidrogén az energiaforrás, és elektromos hajtása van. Egy üzemanyagcella alakítja át a hidrogén direktbe elektromos energiává. Emellett a járműnek a tömege mindössze 45 kiló, teljesen a gépészettel együtt, meg a futóművel, meg egyebekkel, tehát nagyon alacsony a súlya. A járműnek a futóműve, vagy hát a futása is optimalizálva lett, nagyon kicsi gördülési ellenállással megy. A hajtásrendszer, ami tartalmazza ugye az üzemanyagcellát, az elektromotor és a tengely kapcsolatokat úgymond, ez mind-mind olyan módon lett kialakítva, hogy a lehető legkisebb veszteségei legyenek. Ez ugye egy prototípus jármű, ami akkoriban innovatív technológiákat tartalmazott. Mondhatjuk azt, hogy egy kicsit már akkor a jövőbe láttunk, és tudtuk azt, hogy a hidrogén az egy nagyon fontos energiahordozó lesz a most már jelenben, mert azt gondolom, hogy most elértünk odáig, és az Európai Uniónak már egy nagyon fontos célkitűzése az, hogy a hidrogént, mint olyat, azt az iparban és az energetikában és a közlekedésben minél nagyobb százalékban használjuk fel. És ennek érdekében nagyon nagy támogatási források is elérhetőek jelenleg is.
Közös születésnapja ez a nap mindannyiunknak, akik itt a Földön élünk. Ezen a napon gyűjtsünk minél több információt Földünk működéséről, mondta Kővári János, a Fidesz-KDNP ÖPE önkormányzati képviselője. Ha hálásak vagyunk azért, hogy itt élhetünk a Földön, akkor képesek leszünk megóvni is a Földet, mert akkor nyilván viszonozni akarjuk ezt az ajándékot. Ezt úgy tudjuk viszonozni, hogy a mindennapi életünket úgy szervezzük, hogy ne termeljünk fölösleges hulladékot, ne használjunk fölöslegesen energiát, annyi vizet használjunk csak, amennyire szükségünk van, vigyázzunk a környezetünkre. Mindenki tud tenni érte. Itt pedig ráadásul van a különleges, bemutatható dolgok is, amit már olyanok találtak ki, mint Háber István, akik már 10 évvel ezelőtt a hidrogén meghajtású autóra gondoltak, ez egyébként a jövő. Tehát lehet látni gyakorlati példákat is, hogy hogyan lehet a jövőt úgy megtervezni, hogy élhető és fenntartható legyen. Több mint 30 kiállító állami és civil szervezet vett részt a Dunadráva Nemzeti Park által szervezett Földnapja rendezvényen. Egy különleges kiemelt része is van az úgynevezett Bioszféra program. Ez a Dunadráva Duna Bioszféra nap, ez gyakorlatilag a Közép-Európa egyik legnagyobb védett területének, a Mura-Dráva-Duna Bioszféra rezervátumnak a bemutatkozása történik itt. Az 5 ország alakította ezt a bioszféra rezervátumot, és ebből 3 itt jelen vannak, hiszen az Ausztria WWF, illetve a horvátországi természetvédő szervezetek is bemutatkoznak, természetesen a Balatonfelvidék és a Duna-Dráva Nemzeti Park mellett, aki szintén részese ennek a bioszféra rezervátumnak. Többek között ismeretterjesztő előadások, szakvezetések a Pintérkertbe, pihenőhelyek, kilátópontok, emlékek a város felett elnevezéssel túra is várta egész nap a földnapi rendezvényen a vendégeket, Pécsen, a Tettyén. Motoros gurulás és családi nap várta az érdeklődőket múlt szombaton Pécsen. Immár 13. alkalommal rendezte meg szezonnyitó programját a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület. Több mint 1000 motoros regisztrálta a gurulásra. A felvonulása Széchenyi térről indult. Magyarország egyik legnagyobb motoros szezonnyitó rendezvényét tartották a múlt hétvégén Pécsen. Idén is 1000-nél több motoros érkezett, és több ezer érdeklődő várta kíváncsian a nagy gurulást, amelyet idén családi nappal bővítettek. Néhány benevezett motorost faggattunk szenvedélyükről, akadt olyan is, aki az ország távoli vidékéről érkezett. Kalocsáról jöttünk, és nem vagyunk tagja az egyesületnek, de minden évben eljövünk erre rendezvényre, és képviseljük magunkat. Ezt ki kell próbálni, és utána ez jön magától. Tehát én is teljesen véletlenül keveredtem erre a motorra, és már nem szívesen adnám ki a kezemből. Tehát egy ilyen szabadságérzés, egy kellemes szél átjárja az embert, közel van a természethez, ezáltal jobban látja a természetet is, meg minden, mint autóból. Az egyesületben 2016 óta vagyok. Most már az elnökségi tagban vagyok, és hát hogy miért is jó, szerintem az ember körülnéz egy ilyen rendezvényen, akkor rájön, tehát nagyon jó egy ilyen közösséghez tartozni. Maga a motorozás önmagában is egy nagyon jó dolog, az életem része gyerekkorom óta, és így, hogy szervezett keretek között kicsit támogatni, segíteni tudjuk ezt az egészet, így regionális szinten így meg még jobb, még többet ad, úgyhogy nagyon szeretem csinálni. Hát körülbelül ilyen 10 éves korom óta van kötődésem a motorhoz, és hát amint lehetett, ugye a jogosítványokat megszereztem mindig az életkornak megfelelő kategóriába, és gyakorlatilag onnantól folyamatosan volt valamilyen motorom, és van a mai nap. Jellemzően egynapos túrákat szervezünk az országon belül különféle régiókba, illetve néha átmegyünk Horvátországba, esetleg Szerbiába egy-egy ebédre, tehát így a környéken szoktuk szervezni a túráinkat. Tóth András 2012-ben szervezte meg először a motoros gurulást. A Dél-Dunántúli Motoros Egyesület elnöke akkor egyedül szervezett, és már régóta motoros volt maga is. Fontos volt számomra az, hogy felhívjuk a figyelmet a baleset megelőzés miatt. Az a vártnál jobban sikerült, így ezáltal folytattam is, még a környékünkön nem volt hasonló rendezvény. Egyedül Budapesten láttam egy ilyen figyelemfelhívó demonstrációt, és utána akkor 2013-ban és 2014-ben is megszerveztem, viszont akkor már csatlakoztak hozzám motorosok, hogy ez egy tök jó kezdeményezés, jövünk, segítünk, és így ezáltal egyre nagyobb és széles rétű körben tudtuk ezt az eseményt megszervezni, és 2015-ben létrehoztuk a Dél-Dunántúli Motoros Egyesületet, hiszen számunkra is fontos a balesetmegelőzés, ez a fő célja az egyesületünknek, és ezért szervezzük ezt évről évre. Ez egy nyitott esemény,
és országos szinten tartanak már minket számon, tehát nem csak a Dél-Dunántúli régióból, hanem az ország több pontjáról, tehát Pestről, Győrből, Nyíregyházáról, említetted, de akár Ausztriából, Horvátországból is jönnek át hozzánk, szoktak minket megkeresni, hogy esetleg segítsünk nekik szállásban, akkor ilyenkor egy hosszú hétvégét itt töltenek. Most jelenleg úgy gondolom, hogy körülbelül 1000 motor van, és egy ingyenes rendezvény és egy családi nap is egyben, még körülbelül 1000-1500 fő, aki itt tartózkodik és kijött erre az eseményre. Nem csak szezonnyitó gurulást, hanem egyéb jótékonysági gurulást, gyűjtést is szerveznek. Ilyenkor a rászoruló gyerekeket, családokat látogatják meg, és ajándékot visznek nekik, tette hozzá Tóth András elnök. A város főterén a motorok mellett kiállítók, baleset megelőzéssel kapcsolatos gyermekprogramok, színpadi beszélgetések színesítették az eseményt. A szezonnyitó motoros gurulás csúcspontja ma több mint fél órán át tartó motoros felvonulás volt, mely a Széchenyi téről indult. Önök Központ című közéleti magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!